Sziasztok! Ebben a videóban egy egyparancsos szerkezetet fog nektek bemutatni, ami szintén azért készült el, mert sok kérdést kaptam ezzel kapcsolatban e-mailben. Egészen pontosan a Risk Aspect ellenőrzésről van szó. Régebben ugye táblát használtam, hát ennek az egésznek az a lényege, hogy a Risk Aspectben az egyik blokknak a textúrája le van cserélve, amin egy számsor van. És régen ezt a számsor táblára kellett írni, hát ezt a legegyszerűbb egy test for blocks-szal összehasonlítani. Tehát valahol elrejtve megírtok egy ugyanolyan táblát, és a kettőt összehasonlítjátok. Erre van a test for blocks parancs. De most ebben nem megyek bele. Aztán újabban elkezdtem score-t használni, ott a cseten jelent meg egy kis billentyűzet, mondjuk így, egy ilyen számsor, és a számokra kattintva kellett begépelni a kódot. Ez azért jobb, mert sokkal látványosabb, meg kisebb is, meg... Hát azt nem mondom, hogy egyszerűbb, hiszen score-okkal is kell szórakozni, nem elég csak két blokkot összehasonlítani, de az lényeg, hogy sokkal látványosabb és hát jobban néz ki egy pályán. És ugye elég hozzá egyetlen egy gomb. A táblás esetén kellett láda is, amiben táblák vannak, természetesen újra termelődő láda, és hát legalább két gomb, bárha jól emlékszem, valahol egyel is megoldottam. De nem lényeg, úgy döntöttem, hogy csinálok egy egyparancsos szerkezetet a Risk Aspect ellenőrzésből. Azért nem úgy nézett ki az egész, hogy a pályámon lévőt fogtam, csináltam bele egy parancsot, és akkor tessék, itt van. Azért kicsit át kellett alakítani a koncepciót, ezt majd el fogom mondani, de előbb a bemutató. Már természetesen a vágólapon van, úgyhogy csak lerak egy command blokkot, beleillesztem, átállítom Always Active-re és Done. Ha valaki ezt nem tudja, a leírásban ott van egy tutoriál, hogy hogyan lehet beilleszteni egy parancsost. És nyom, és ide rakta. Hát a szokásos kinézet, ugye ott van a törlés, amivel ki lehet törölni a szerkezetet, a tárgyak táblával megkapunk két command blokkot. Az egyik a gombsorhoz kell. Ha ez a command blokk jelet kap, akkor kirakja a gombsort. Gyorsan itt összerítjentek valamit. Így, nincs, csináltam egy falat, itt van egy gomb, ezt fogja majd aktiválni ezt a command blokkot, ami kirakja a gombsort, ide is rakom, így. És mondjuk a vasértnek a textúrája lenne lecserélve valamilyen kódra, most nincs berakva a resource pack. És mondjuk ennek az ajtónak kéne kinyílnia. A másik kommandok, amit kapunk, az pedig ellenőrzi, hogy sikerült. Ezt sokféleképpen fel lehet használni, én most ajtónyitásra használom. Így elrejtve a föld alá. Lerakom és rakok hozzá egy ilyen komparátort. Hogyha sikeresen lefut az ebben a kommandokban lévő parancs, akkor fog jelet küldeni a komparátor és kinyílik az ajtó. De ez a command blokkhoz természetesen lehetne kötni valami más rendszert is, vagy ilyen chain command blokkokat. Én most csak ezt a módszert mutatom. Ha megnyom a gombot, akkor megjelenik ez a számsor, meg egy kis szöveg, hogy tulajdonképpen mit is kéne csinálni. Van egyébként egy alapértelmezett kód, tehát amikor berakjátok a szerkezetet, akkor van egy ilyen alapkód, nem a semmivel indul, ez egyébként az 1-1-1. Úgyhogy most megnyom, hogy igen, hangot is ad ki, hogy 1-1-1, és akkor kinyílik az ajtó. Ugyanis lefutott ez a teszt, küldje el a komparátor. Megcsináltam, hogy beállíthassatok saját kódot, tehát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve, ahova berakjátok, az csak egy-egyel fog menni, hanem beállíthatok saját kódot. Ide kell jönni a szerkezethez, és van egy ilyen, hogy kód szerkesztése, ezt a táblát kell használni. Akkor a cseten megjelenik egy kis üzenet, hogy írjátok be a kódot, és utána készre kell kattintani, vagy hogyha meggondoltátok magatok, akkor a mégse. Illetve ha megnézitek, itt a hotbar fölött van egy kiírás, hogy mi lesz az új kód, ha készre kattintasz, és mi az aktuális kód, ami most be van állítva. Látszik is, hogy 1-1-1. Legyen mondjuk a 456. Látjátok, hogy hogyan változik a kód. Mutatom még egyszer, lehet, hogy gyors volt. Tehát most 456, menjünk a 9-et, akkor a 9-es volt a legutoljára került. Tehát ez a kód, ez ugye mindig az utoljára beütött három számot mutatja. És azt mondom, hogy kész, akkor átállítja. Ki is írja, hogy kód mentve. És mostantól ezt így megnyitom, és hiába írom be, hogy 1-1-1, az már nem érvényes, 5-69, és kinyílik, tök jó. Természetesen az ember kipróbálja, hogy működik-e az, amit csinált, és most ugye nyitva maradt az ajtó, de hát így nem lehet megosztani a pályát. Úgy csináltam meg, hogyha előhívjátok a szerkesztést, akkor kitörölje ezt a dolgot, és akkor becsukódik az ajtó. És ugye ha mégsére kattintatok, akkor kilép a szerkesztésből. És most már hiába nyomogatom a gombokat, mondjuk megnyom a 7-est sokszor, rágyomok, hogy kész. Nem írja ki, hogy elmentettem meg, hát igazából nem is mentette el. Tehát most hiába próbálom meg itt begépelni azt, hogy 777. Most már késő. Egyébként elárulom, ilyenkor olyan módban vagyunk, hogy ugye várja a kódot. Tehát hogyha visszamegyek itt a szerkesztős billentyűzetre, és itt írom, hogy
5-6-9, akkor az ugyanúgy működik, tehát én ugyanúgy begépeltem a számokat, csak most ellenőrzi is, hogy az a jó, mert nem szerkesztésben vagyok. Ez egy viszonylag egyszerűbb szerkezet, de most sem fogok belemenni a működésébe. Azért az hosszú lenne kicsit, szerintem senki sem nézné végig. Még annyi érdekesség, hogy a törlés az azért áll ennyi command blokkból, nem csak így kiüti a blokkokat, mert a score-okat és a tegeket is és mindent, ami hozzátartozik, az töröl, még egy game rule-t is visszaállít. Ugyanis ahhoz, hogy itt tudjatok úgy kattingatni a chaten, hogy ne írja ki, hogy lefutott a parancs, ahhoz át kell egy game rule-t, ez a send command block feedback, ezt kell false-ra állítani. Viszont ez zavaró lehet építés közben, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha kiszeded a szerkezetet, akkor ezt állítsa vissza true-ra. És akkor, hogyha a chaten futtasz le valamit, akkor látható, hogy sikerült vagy nem sikerült. Ha meg ez false-ra van állítva, akkor nem látszik, úgyhogy tök jól lehet ilyen villancsüzeteken pötyögni. Amire utaltam a videó elején, hogy egy kicsit át kellett gondolni a működési elvét, az arról szól, hogy ideig egy score-t használtam, és fixen be volt állítva, hogy ha valamelyik számot megnyomom, akkor vagy lenullázza ezt a score-t, vagy növeli az értékét. Tehát mondjuk a jelszó az, hogy 1-2-3. Ha 4-től 9-ig nyomok valamit, akkor lenullázza ezt a score-t. Ha 1-es nyomok, akkor beállítja 1-nek. Ha 2-es nyomok, akkor állítja 2-esnek, ha 1-es volt előtte. Egyébként pedig lenullázza. A 3-as ez ugyanez, ugye csak 2-essel, tehát hogyha 2-es volt, akkor 3-as lesz, sőt igazából ott már nem is kell állítani, hogyha 2-es volt, amikor megnyomtam a 3-ast, akkor a 2-es után nyomtam meg, kinyílhat az ajtó. Na most ezt ide nem lehet áthozni, nem szögelhetem be fixen, hogy 1-2-3, ezt meg lehetne csinálni, de hát ez sokkal érdekesebb így, hogy be lehet programozni. Úgyhogy itt azt a módszert használtam, hogy van egy score, amit láttatok, ott szerkesztés módban ott kiírt, mutatom. Van ez a score, ez a kód. Ennek változtatja folyamatosan az értékét, és hogyha nem szerkesztésben vagyunk, akkor össze is hasonlítja az aktuális kóddal. Ha szerkesztésben vagyunk, akkor nyilván nem hasonlítja össze. Természetesen ez nem csak egy művelet, hogy így hozzáadom azt a számot, és akkor ott van. Kell hozzá egy kis matekozás, több lépés kell hozzá. Először is az aktuális számot megszorozom 10-zel. Utána hozzáadom azt a számot, amit megnyomtam utoljára. Így látjátok, az utolsó 3 helyen ott van, amit legutoljára begépeltem. Már csak az elejét kéne levágni, ezt úgy lehet megcsinálni, hogy csinálok egy maradékos osztást 1000-rel. A maradékos osztás azt jelenti, hogy eredményül azt kapom, ami a maradék. Tehát ez most 5691. Ha ezt elosztom maradékosan 1000-rel, akkor 5 ugye az eredmény, 5-ször van meg, viszont van 691 maradék. Na most ez a 691 kell nekem, ez a maradék, ez az utolsó 3 szám, amit begépeltem. És ugye megnyom a következő számot, akkor ugye indul az egész előről, megszorozzuk 10-zel, hozzáadjuk, majd maradékos osztás. Szóval ez az a trükk, amit be kellett vetnem, hogy lehessen egy parancsosat is csinálni. Ha emlékeztek, korábban volt egy videó, ahol jelszavas ajtókat csináltam, ott úgy oldottam meg, hogy blokkok voltak, és gombnyomásra mindig lerakott egy blokkot, meg léptetett. Vagy először léptetett, és aztán rakott a blokkot, már nem is tudom. Tulajdonképpen ugyanez az elv volt, csak ott ugye blokkokkal. A parancs linkje szokás szerint ott van a leírásban. Használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.